Sziasztok, köszöntelek benneteket. Sziasztok! Itt van ismét velem Trailrand, és hát minden évszakban megjelensz. Igyekszem, igyekszem. Ennek én nagyon örülök. És örülök, hogy jöhetünk. És most igazán ősz van, ugye október beköszöntött, hatalmas esőnk volt, most köd van, tehát ez igazi őszi idő, és ezt bevallom, nagyon szeretem. Nagyon sok meleg volt, nagyon sokat kellett locsolni, nagyon kifáradtunk, sok minden tönkrement, megégett, de végre itt van ez a hűvösebb kertészkedés idő. Kicsit föl lehet töltődni, igen. Így van, és hát itt vannak végre az őszi növények. Próbáltuk az ősz elejét elcsípni, amikor ugye nyárból van egy váltás. Hát most ez a váltás ez nem egy ilyen folyamat volt, hanem ilyen nagy hirtelenek volt. Igen. Eső, aztán egy pici meleg, azt most megint egy ilyen markáns, mintha már sose jönne vissza a meleg. Úgyhogy nem tudjuk pontosan milyen időt hoz, de az biztos, hogy a nyári növényeket most már válthatjuk. Így van, és ilyenkor a legjobb ültetni, hiszen még a talaj azért meleg. Hiába lett most hűvösebb, meg esett sok eső, azért a talaj mélyebb rétege is nagyon átmelegedtek. Most még pont langyos, jó nedves is lett az ország nagy részén, meg most még mond is esőket, tehát biztos, hogy lesz most már mindenhol, reméljük. És ideális ültetni, hiszen még meleg a talaj és nedves, és a beültetett növények biztos, hogy begyökeresednek a fagyokig. És hát ugye megjelenik egy újabb tárháza a növényeknek, ami a virágjával, termésével, egyszerűen a levelével, őszi színekkel díszít, tehát egy egészen más textúra. Abszolút. Megjelenik. Igen, és ezt is fontos, mi is mikor kertet tervezünk, mindig mondjuk, hogy ne csak egy évszakban díszítsen a kert, ne csak legyen tele tulipánokkal, vagy nyári virágzókkal, hanem minden évszakban legyen, igen, mit nézni. Igen. Hát ha most csak ilyen lombhullató fákkal lenne tele a kertünk, akkor abban valószínűleg semmi izgalmas. Igen. Na, de akkor szerintem menjünk végig, hogy mik is ezek a növények. Hát az örök klasszikus mindig Erika, Kalluna, még néha mi is belekeveredünk, ahogy mondom a videóban. Akkor beszéljünk itt a kallunákról, okay, mert van személyes élményem most, ugye, Skócia után. Az a csarab. Igen, a csarab. Ugye ezek. És ugye Észak-Európában, vagy egész Európában egyébként elterjedtek, ugye a tengerpartokon gyakran látni őket. Igen, és Skóciában láttam rengeteget, és ők most virágoznak. Tehát ők ősszel, tél elején virágoznak. Nyilván, ahol nincs komolyabb tél, ott egészen tavaszig el tud húzódni a virágzása. Hát savanyú talajt szeret. És igen, hűvös párás nyarat. Ezt nehezen tudjuk biztosítani, tehát ilyenkor az ősznek tud lenni egy rövid ideig egy nagyon kellemes, jó dísze, és aztán kísérletezhetünk vele, hogy melyik kert zugma részletben tudjuk esetleg megtartani, és aztán... Hát talán nem a tél nyírja ki, hanem a nyár, az a száraz, forró, meleg nyár, mert hát én sem szeretem savanyítani a talajt, tőzegezni, én is úgy bánok vele, mint egy hosszantartó egynyerivel, meg ha megszárad esetleg télen is, vagy kifagy, akkor is jól néz ki, még megszáradva, igen, is. Egyébként a neve seprűt jelent, hát akkor például seprésre lehet, aha, használni, ahogy annak idején a skótok. És ugyanitt három szín van összeültetve, tehát nem festett, gyakran látni barkácsáraházakban kékre, pirosra, mindenre festettet. Igen, már se tudjuk, hogy éle vagy nem. Ne, ott nem. Ne vegyük. Ott kalapácsot kell venni. Kertészetekből, virágboltokból vegyük a növényeket, és ami nincs festve, mert ami le van festve, az mindig gyanús. Azt nem kell, mert hát olyan gyönyörűek ezek a színek, minek festeni magától is gyönyörűek. Itt háromféle szín van összeültetve, mutatva, hogy azért a fajta lemesítők már egészen széles szortiment. Ugye az alapfaj az inkább ez a rózsaszínes, pinkes, de egyre több új típus van. És egy cserében is zöldnek a szín. Kicsit megmutatod közelebbről, és akkor utána mindjárt beszélek itt az erikákról. Hát kicsit közelebb viszem, mert talán úgy még jobban látszik, hogy na, ez a kalluna, a csarab. Ugye sokan erikázzák a kallunát, de az Erika Carnea, az most nem is nagyon árulják, most így letörtem a kertből, mert az most így néz ki. Igen, és egy kicsit olyan tűszerű, tűleveli. Igen, mint a kis fenyőtű lenne. Hajtásairól. És ez a kis bigyókák rajta, azok már a bimbók. És ő pedig majd tavasszal fog virágozni. Ez az Erika Carnea, Erika Carnea, így kell keresni egyébként, sok kertészet árulják most, de még ő nem virágzik. Igen, és talán ő az, ami így a savanyú szempontjából a legkevésbé igényes, tehát egy semleges kerti környezetben nagy sikerrel meg tudjuk abszolút tartani. Nekem is van napon is, árnyékban is, a fenyő alatt, itt, most itt törtem le pont a terasz mellől, tehát sok helyen van, fehérve, rózsaszínben, és nagyon jól bírja. Az első egy év azért kicsit kritikus, akkor ne száradjon ki, de a vastag mulcs alatt, sok komposztot adatéven nem fog tönkre menni. Úgyhogy ezek az Erika Carneák, ők a nagyon hosszú életűek, tehát őt érdemes keresni. És akkor még vannak a Erika gracilisek. Különféle formációkat is hoztunk, ő még nem nyílt ki, ő már kinyílt. Vagy egyébként Dél-Afrika,
Itt most megint ugrunk egy földrészt, ettől függetlenül azért ide bekúszik itt a kertészeti kínálatba. És gyönyörű, de ugye elmondtad, hogy Dél-Afrika, tehát nem fog megmaradni télen, vagy enyhe teleken igen, esetleg belvárosban, Budapesten, Hősziget, vagy ha nagyon enyhe tél lesz, megmaradhat, de azért erre is úgy kell gondolni, mint egy rövidebb életű évelő, vagy egy nyári díszként. Növény, sőt, ami megvolt a virágból, amit ugye én is árultam, és esetleg megmaradt, vagy ott megszáradt, nem figyeltünk rá, és nagyon szép megszáradva, és levágogattuk, és adventi koszorúra, kopogtatóra rátettük, tehát még úgy is lehet használni. Szóval nagyon-nagyon sokféle erika van, de ami igazán tényleg az erika karnea, a kalunák és az összes többi erika félék, azt kell tudni, hogy azért nem igazán a mi éghajlatunkra való, de hát sose bírom ki én se, hogy ne legyen egy-kettő. Igen, hát ha belegondolunk, hogy azért is szeretném említeni, hogy honnan származik, hogy egy tengerpart is mondhatod, hogy Skócia, tehát már is ott van a fejünkben, hogy 5 foktól kb. 15 fokig tart az a tartalmi, nem úgy, mint nálunk, hogy mínusz 20 és plusz 40, ugye az 60 fok, és akkor már is értjük azt, hogy hova kell helyeznünk a kertünkbe, ha szeretnénk vele próbálkozni. És pont a 40 fokban mentem én a augusztus elején Skóciába, és a 12 fok volt, hát ilyen, pont ilyen volt, csak még süvöltő szél volt, egy szakadó eső. Nyilván ők rövid nadrágba szaladgáztak, mert azért még ő sem vár, de volt egy két pólós. Na, akkor szintén egy nagy kedvenc, és sokan ültetik és veszik, ezek a skimmia... Japán dérbabér. Dérbabér, a magyar. Most eszembe jutott a magyar. Igen, kisegítjük egymást. Ugye ez örökzöld, tehát hasonlít a babér megyre a levele. Ilyenkor már ez természetes, hogy rajta vannak a bimbók, és majd tavasszal fog kinyílni. Lehet dézsába is ültetni, kertbe is, dézsába azért kevésbé fagyáló, kiültetve minél idősebb, annál fagyálóbb, de ő se azért a tűzönapra kerüljön. És igen, azt tapasztalom, hogy a tűzönapon hamarabb tönkre megy. Váltivarú egyébként, tehát van fiú, meg van lány, de vannak önbeporzó fajták, és akkor itt a különböző fajták a bimbóval, a terméssel díszít, más színű, meg hát tényleg ez az örök zöld levél, ez egy fantasztikus, jó dísze. Én is ezt nagyon ajánlom teraszokra, folyosókra, városokban, mert ott biztos, hogy áttelel. Itt a Pirisben azért egy kicsit rizikósabb, bár van nekem is több éves példányom, de kiültetve mindenképpen télálló. Olyan, mint a japán szent van, Andina. Nagyjából azt a körülményt kell neki biztosítani. És ha már cserjek, akkor az abéliáról beszéljünk egy kicsit. Abélia grandiflora. Két növénynek a hibrid. Igen, de mi is a magyar neve? Valami jázmin? Tölcs. Nem, az a mandarina volt. Igen, várjál. Igen. Tárnicslonc. Tárnicslonc. Igen, majdnem. Hát ennek nagy éke az, hogy nagyon hosszan virágzik, tehát látjuk azt, hogy... És most? Nyár elejétől egészen végig itt őszig is hozza a virágét. Nagyon finom édes illata van, és hát a fajtáknak köszönhetően a lombszínben, itt is látjuk, hogy egy ilyen tarka, de össze azért pirosodó. Igen, tarka, de be is pirosodik, tehát még úgy pirosodik. Törpe, mint ez a fajta, de aztán egészen másfél, 2 méteres bokrokig, tehát egy halatlan izgalmas, egyébként nemrég került talán inkább a köztudatba. Mert ugye ez is nem volt egészen télálló, az a mínusz 20 fokokat, ami a 80-as, 70-es években előfordult, nem bírta. De most már abszolút, hogy Kósa Géza könyvét olvastam régebben, ő kísérletezett ezekkel a növényekkel is, és most már bátran ajánlja ő is, ugye Vácsarát úton kísérletezett, és ott is áttelelt már hosszan, tehát most már abszolút lehet ültetni, és tényleg az a fő éke, hogy a levelével is díszít, ugye, ha nagyon-nagyon hideg van, visszafagyhat, de ez mondjuk mínusz 20 fok, akkor vissza kell várni, de tőről akkor is újra hajt. Akkor sem szabad megijedni, de ilyen mínusz 8-10-15-eket simán kibír. Sokkal izgalmasabb, sokkal szebb növény, mint hogy ne használjuk abszolút, a kertben. Én nagyon szeretem. És formára is nyírható akár, de egy kis laza bokornak is meghagyható. Nagyon nagy filigrán hajtásaival, virágaival, jó, kellemes dísz. Szuper. Aztán, ugye levelekkel és termésekkel díszítő növényeket emlegettünk, hát ugye a heukhélek nem kihagyhatóak, bár ugye ezt beszélhettünk róla májusban is, meg nyáron is, de ilyenkor tényleg nagyon illik ebbe az őszies lombszínbe. Egy másik szín. Igen, meg van ilyen narancssárgás. Hát itt rengeteg. Végtelen a színeknek a táráza. Sőt, van ilyen lájmos zöld, egészen bordótól a citromsárgáig előfordulnak, és ők a levéldísznövények, és inkább azért árnyékba valóak, szórt fényben, tehát ne a tűző napra.
Bár tapasztaltam azt is, hogyha hozzám a szoktatva, Mert akkor külön elég jó öntöző van, bírja. elég jó bírja, de azért most nézegettem azokat a körforgalmakat, ahol teli ültették, és tűzönapot kapott, tehát ez a 40 fokot, ez már nem bírta. Tehát... Igen, csak azért a körforgalom, tudod, aszfalt, benzingőz. Öntözött volt, igen, de az azért már sok. Na jó, hát az már az mindenkinek sok. Igen, jó, az már mindennek sok. De kertekben, szortfőző félányékban, kaspóban is lehet ültetni, teljesen télálló. Tehát nagyon jó. Heuchera évelőről van szó. Abszolút évelőt. Évelőt, fél törpecserjétől kezdve itt most egy, aztán majd megyünk a ciklámen felé. Igen, ez a látszáró évelő tipikusan, bár enyheteleken teljesen megtartja a lombját. Keményebb tél van, akkor vissza tud fagyni, de tőről újra hajt. Abszolút. Úgyhogy ez egy tökéletes választás. Aztán egy picit beszéljünk a ciklámenekről. Egyet. Ugye ebből is van. Most néztem éppen, ahogy a kapun bejöttünk, hogy milyen jó kijött neked. Igen. Igen, jó, hogy észrevetted, az egy ilyen gumós, nagyobb, ilyen lapos gumója van. Nyár elején hozza ki a leveleit, és ilyenkor a virágzatát, és az teljesen télálló. Ezek a virágboltiak szeretik ezt a hűvöset. Igen, őt ha kiültetjük, akkor tavasz nem fog kijönni. Igen. Vagy egyébként vastag múlcsaló volt, hogy előjött nekem is, mikor a virágboltból hazamentettem, de azért kevésbé maradt meg kint. Tehát ez itt a tengerparti helyeken egyébként sokkal itt látom, ahol ilyen 0-5 fok van, ott azért ezek megmaradnak. Igen. A mi klímánkon ők ezt az egész évet nem viszik el, de az ősszel egy jó dísz. Igen, hát sőt, most már olyan későn jön meg általában a tél, hogy általában januárban jönnek meg a nagyobb fagyok, december még szinte fagymentesen el tud telni, vagy mínusz pár fokkal, és az simán kibírja. Az egyébként halatlan izgalmas, hogy ő Görögországból származik, és azért virágzik ilyenkor, mert nem bírja a meleget, akkor visszahúzódik a gumójába, és amikor megjön a hűvös, akkor jön föl és virágzik, és ugye ezért tud itt Magyarországon az őszi idénynek egy szép része lenni. Na, nem tudtam, köszönöm. Meg én annyit tettem mindig, hogy így, amikor elnyílik egy virág, így fogom és így kihúzom, mert ezzel arra sarkaljuk, hogy hozzam még bimbókat. Szebb is úgy, meg így indukálja a virág. Mint a hosszabb virágokat még vágott virágnak is volt szokták, idő, igen. Amikor tartották. Úgyhogy ciklámnak is nagyon-nagyon jó választások. Meg akkor, ez egy kis gyepléliumot előtte. A liriop. A liriop. A muszkári. Liriop muszkári. Egy talajtakaró növény. Lehet árnyékban is, napra is. Elkezd elterjedni, és gyönyörűen ilyen ősgyepszerűséget alkot. Ugye megpróbálom kivenni. Mert egy... gumóval rendelkező növény, ugye? Igen, csak azért vettem, hogy látni, jó erős gyökérzete van, tehát ez biztos, hogy elindul majd és szépen elterjed, és az a nagyon jó gyomkiszorító hatása is van, és extrán szárazságtűrő, és így össze van egy kis virágzata is. Hát ez a különleges dísze, hogy ugye egy olyan növény, amelyik ez a szép sötét levelével is díszít, és hogy ilyenkor kezd el virágozni, aminek ott a különféle fajták, meg utána marad a termése egészen végig. Igen, na úgy látom, a szomszéd kutyus is bele akar szólni. Neki is tetszik a liriópia muszkári. Van véleménye róla. Igen. Tehát viszonylag kevés azért az a növény, amelyik ebben az időszakban indul be igazán. Igen. Hát ő egyike azoknak. És most kezd el igazán elterjedni, és ez egy jó dolog, mert abszolút. Van, és hely, van, tarka levelű van hely a kertekben bőven. Abszolút. Meg ha már még különlegességek. Nézzük a gaultériákat? Gaultéria. Na, annak nem tudom egyáltalán a magyar nevét. Fajdbogyó. Fajdbogyó. Dérbabér és fajdbogyó. Na, azt nem tudom. Bízom benne, hogy jót mondok. Ha nem, akkor ne kövezzetek meg. Ugye Pernettia és gaultéria ezen a két néven van. És itt van egy másik. Jól emlékszem, de ő áfonya. Áfonya vakcínium, vagy mi? Ja, lehet, hogy őre gondoltam, igen, mert ugye itt a gaultériák és a pernettiák, igen, ő egyébként Észak-Amerika, nyilván rokonok, hangafélék ők is, ő viszont Argentina, Chile. Ami olyan szempontból érdekes, csak hogy szintén ez a savanyú talajt igénylő növények termésükkel. Igen, egész tényleg rajta marad a termés szépen, itt még virágzik itt is. Itt gyönyörű virágok, de már a termés kicsit megmutatott közelemről ezt őket is. Nagyon-nagyon jól néz neki. Akár egy kis fenyőágat lehet mellé tenni, vagy egy színes sonvesszőt, vagy kiültetve cserébe is jó. Nagyon-nagyon jó kis, nagyon hosszan arról nincs tapasztalatom, hogy a
madarak mit csinálnak a bogyóval, de valahol olvastam, hogy nem viszik el. Tehát nem megmarad tudom. Dísznek. Na, majd megmondom. hogy megmarad. Van sok madarad? Nagyon. Fú, rengeteg na, akkor, szerencsére. Akkor megnézzük. Nagyon-nagyon sok rigó van, őszapók, cinegék, és most már kezdenek jönni, ugye rengeteg termés van, itt vannak az echinácák, kukulák termései, és már szépen szedegetik ki. De jó. Sok van. Mit hagytunk még ki? Hát akkor az áfonya, igen. Ha már itt vagyunk, ez ugye dísz. Savanyú hangaféléknél. Tehát ez nem az ehető áfonya, ez a dísz. Dísz, hogy savanyút igényelt, egy picit nehéz dolgunk van vele utána, amikor a kertbe akarjuk kiültetni, ha csak nem Nyugat-Magyarországon Marcsinak. Vagyunk. Marcsinak. Na, mert legyek most a így van, tavasszal mehet Marcsinak. De amúgy pedig nyilván egy ilyen összeültetésbe pedig meg tudjuk oldani. Egy gyönyörű örökzöld növény. Szóval is jó. Meg még elfelejtettük az asztereket. Aszter. Nézd, hogy gyönyörű aszter. Ez a csillagőszi rózsák. Sőt, neked még jó a derekad. Emelt. Még jó. Remélem marad is. És reméljük, marad, a tiéd is meggyógyul. Meg már. Szóval ezek a csillagőszi rózsák évelők, lásszáró évelők, évtizedekig meg tudnak maradni. És vannak ezek a törpe fajták, aszter dumózuszok. Sőt, most már ugye ezt is variálják, színfiotrichum, mindenféle új neve van, de az ösztennyíló aszterek, ezek csodálatos családban, kisebb, nagyobb, terjedőtövő, fehér, lila, pink, rózsaszín, és egészen augusztus végétől, szeptembertől a fagyokig tudnak nyílni. Hát egy olyan gazdag nemzetség, hogy tényleg, ahogy te is próbáltad megfogni, hogy melyikről van szó, mert össze-vissza, ugye nemesítők dolgoznak velük, tehát a szín, a méretnek a tárháza végtelen. És most is látszik, hogy van már kinyílt, van félig nyílt, és rengeteg bimbó, tehát tényleg ez fagyokig nyílik, és ha napsütés van, előjönnek a rovarok, nagyon rovarbarát is, tehát nagyon szeretik a méhecskék, szenderek, pillangók, nagyon-nagyon jó kis rovarmágnás, mert ősszel is etetnünk el a rovarokat, tehát akkor se feledkezzünk meg róluk sem. És szerintem még a krizanténok, meg sok mindenről nem beszéltünk. Ó, tényleg, hiszen nekem is a krizanténok jutottak eszembe, mert rokonok, ugye? De hol vannak a krizanténok? Azt a bejáratnál hagytuk, úgyhogy akkor menjünk át oda. Menjünk át oda, nézzük meg. Na, és az előbb kihagytuk a krizanténokat, de aztán rájöttünk, hogy nem csak a krizantént megtaláltuk hagytuk itt. Megtaláltuk itt véletlenül. Mert azért nem csak krizanténok vannak ősszel, meg az előbb felsoroltak, hanem például a vízkáposzták is. Talán könnyebb lesz legugolva nekem igen. Köszi. Ezek a díszkáposzták is tipikusan most őszi díszek, most lehet kiültetni cserébe, szabadföldbe, bárhova. Egy kétnyári növényről van szó, és ugye ezért jelenik meg az, hogy ilyenkor a hideg megjelenésével beszínesedik, és akkor a következő évben fogja a virágját hozni, ami már nem lesz a parkoknak a dísze, de ebben az időszakban pedig egy gyönyörű jó pofa dísz. És jól tudom, hogy ehető is ő? Ehető is, abszolút igen. Tehát akkor kifogy a kamera, mint ahogy az előbb említettétek a dísztökökből, a szabis videó. A dekorációra leszük a dísztökök, persze csak amit megszabad lenni, azt a fajtát, de a díszkaposzt akkor ehető. Abszolút, mint a mazsolában, tehát ugye nagyon nagy az éjség, akkor megeszed a házadat, ugye a ház körül. Na, és akkor a emlegetett krizanténok, ugye ezek a nagy gömbök, jajjaj, és nem tudom emelni, olyan nagy, ezek hosszú hetekig tudnak virágozni, de azért annyit érdemes elmondani róluk, hogy ilyet azért nehéz nevelni otthon tapasztalat nélkül. Igen, bár ugye beszéltünk már róla egyszer, de érdemes megemlíteni ezt a egy krizantémos jó baráttól hallottam ezt a 3P szabályt. Aha, igen, nagyon tetszik. A pünkösd és a Péter Pál, tehát ugye ez a két alkalommal, hogyha visszacsípjük a kiültetett, áttelelt és tavasszal újrainduló krizantémot, ami kezd majd ilyen nyúlánk lenni, és messze nem hasonlít arra, amit most itt a kezdetben tartasz, akkor ezzel azért egészen jó meg tudjuk közelíteni ezt, amit a kertészetekben még lehet, hogy esetleg törpésítő vagy egyéb más szerek bevonásával alakítanak ki. Igen, tehát a visszavágás, hogy nagyon fontos évelőknél is alkalmazzuk, a Chelsea Chop, mert attól tömörebb lesz, elágazóbb, több, de kisebb virága lesz. Tehát a krizanténnál akkor 3P, a pünköst és Péter Pál. Igen, tehát nem három alkalom, két alkalom, de 3P, így könnyen megfelel. Úgyhogy aki ezt megteszi, akkor azért, ha nem is ennyire, de egy gyönyörű bokros lesz. És hát tipikusan ez az október-novemberi időszakban nyílnak, persze fajta függően. Bírják jól a hideget. Nagyon. Az enyhébb fagyokat is abszolút. De ha nagyobb faj, de ez keményebb, akkor ugye felső látszáró évelő, tehát a föld fölötti része visszafagy, de törül újra tud hajtani szépen. Akkor mi vannak a hebék, a Veronika cserjék. Ők is tipikusan ősszel virágzó, törpe örökzöld cserjék. Ugye van lila virágú, sőt van ilyen tarka levelű, nekem ő a kedvencem. Igen. Hát ők is azért elég érzékeny növények. Igen.
megint a származás eszembe itt, ha jól emlékszem, Új-Zéland. És hát ennek megfelelően ezért az enyhe klíma az, amit igazán szeret. Igen, bár én nekem is mindig ezt a virágbontos példát mondom, nekem is maradt meg. Hazahoztam, elültettem, és volt, ami 6, vagy majdnem 7 évig megmaradt, pont ez a tarkálvelő, szép nagy ekkora cserje lett, és 2017-ben volt ez a mínusz 25 fok, na azt már nem bírtam. Akkor ment el. Igen. Akkor ment el, de én is adtam barátoknak is, meg hát sokan vitték, és azért ez is a városi környezetben, védett falnál, bejáratnál szépen át tud telelni, vagy esetleg olyat meg lehet tenni, a nagy fagynál, ha cserébe van, akkor be lehet vinni egy garázsba, csak nem maradjon a sokáig, csak a nagy fagyos időszakokra, vagy szalmával kicsit körbepakolni, vagy akár rá is lehet tenni, csak mivel örök zöldet nem szabad hónapokig lát akarva tartani. Hát sok mindent elmond, hogy honnan származik, de egyébként mindent nem, és ez pont érdekes, hiszen azért a jégkorszakok, hogy jöttek-mentek, sok növény, ami mondjuk ott maradt akár Új-Zélandon, vagy Magyarországon, vagy tudom én, akár Észak-Afrikában, vagy Dél-Afrikában, lehet, hogy benne van egy olyan hidegtűrés, aminek kapcsán a mi klímaövünkön jelenben 2024-ben is télálló lesz. Tehát ez egyébként egy nagyon érdekes. Igen, változik. Még itt most ugye beszéltünk ott az aszterekről, és nézd meg milyen szép, ez egy kicsit ilyen lazább lombó aszter, szépen terjed, belenő a növények közé, kinyúlik, szerintem elképesztő jó kis virágzó, és a kupvirágok. Abszolút. Igen, ha már itt az aszterekről beszélünk, akkor szintén egy rokon. Egy család, igen. Van. Ezekkel a fantasztikus őszi színekkel rengeteg fajtája van, ugye a rudbeckiáknak, kupvirágnak, és... Igen, és ebben is meg kell tanulni, hogy vannak egynyárik és évelők, de az a tapasztalatom, hogy az egynyárik is... Nagyon jól elvetik magukat, igaz? Meg újra, tehát évelőkké válnak, ha nem is hosszú élete évelőkké, mert ez a szöszösebb levelű, ez inkább egy nyári, de enyhe teleken vastag múlcs alatt abszolút áttelel. És az új részem... És ha nem meg elszórja, és akkor rengeteg... Ha meg esetleg mégis kifagyna, elszórja magjait, és egy kicsit gyomosít, na de hát gyomosítson nálunk a kúpvirág, azért ez legyen a legnagyobb baj. A disznóparé, meg a tarasz, meg a tyúkúr. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó növény, szárazságtűrő, folyamatosan virágzik, és egy gyönyörű őszínűekkel. Egy fontos még, hogy eltávolítgatni néha róla az elnyílt virágokat, mert az további virágzásra serkenti a növény. Meg hát egy picit beszéljünk az őszi lombszínekről, mert ugyan a virágzókról is beszéltünk, de vannak összeszínesedő lombok, például a perzsafa. Elképesztő színes, gyönyörű lombja lesz, ilyen pirosas, narancssárgás, pinkes, de ugyanilyen a fanyarka, a szorbuszok, meg mostan itt egy beültetésre váró ábrafám. Tehát egy kis mind-mind remek kiegészítői ezeknek az őszi évelőknek cserjéknek. Persze ugye az alapfajon belül meg rengeteg fajta, tehát eldönthetjük, hogy egy ilyen alacsonyabb növekedésű, egy oszlopost, mint ugye az ámbrafa is. Hú, ezt nagyon jó, hogy mondod, mert a perzsafát mi is tervezzük sokszor, de mi például a tűzmadár fajtáját, vagy ez is egy törpe oszlopos növekedés. Tehát ez maximum 4 méter lesz. Az alapfaj az 10-15 méterre is meg tud nőni. Nézzünk körül, óvatosan a vásárlással. De itt is pontosan van rajta van a fajtanév. Ha nem is tudjuk, beütjük a telefonba, utána nézünk, vagy megkérdezzük a kertésztől, és akkor tudjuk, hogy hova való, mekkora helyet fog elfoglalni. Hú, hát nagyon köszönöm. Hát remélem maradsz ültetni. Szívesen. Jó, nagyon köszönöm. Szóval sok-sok őszi évelőt is, és dísztövényt, és színes lombú, terméses, vessző. Ó, még a színes vesszőkről nem beszélt. Na majd télen csinálunk egy színes vesszős videót. Jó, örömmel. Nagyon köszönöm. Ültessetek sok-sok növényt.